Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésen megjelent képviselőket, a Jánzi asszonyt, meghívott vendégeinket. Ezennel a Jánzi-Közösségi Önkormányzat képviselőtestületének rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 tag jelen van, így az ülésünk határozatképes. Távolmaradását bejelentette Bajos Robert képviselőtársunk. Az írásos anyagban kiküldött napi rendi pontokat nem kívánom kiegészíteni új napi rendi ponttal. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a mai képviselőtestület ülésen kívánnak-e új napi rendi pont tárgyalására javaslatot tenni. Ilyen szándékot nem látok, így kérem, hogy készfelnyitásra szavazzon, aki az írásos anyagban kiküldött napi rendi pontok tárgyalását elfogadja. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egy hangulat elfogadta az írásos anyagban kiküldött napirendi pontok tárgyalását. De mielőtt erre rátérnék, kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki interpellálni. Nem látok ilyen szándékot, így elkezdjük a napirendek tárgyalását, az első napirend. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Az írásos anyag kiküldésre került előadóként szóban annyiban kívánom kiegészíteni, ami az ülés előtt az asztalra került. Természetesen, mivel rendes ülésről van szó, az egyik az a tájékoztató, ami az önkormányzat adta a pénzügyi helyzetét ábrázolja, a másik pedig az a kép, ami egy Cegléd-Berceli kópról készül, így fog kinézni, így tervezik a kópot Jászlózsán is. Ahol a kóp felirat van, az lenne az út felüli részre, tehát merülegesen az útra hosszában lenne építve a kóp. Talán annyi kiegészítést, hogy még kilátásba helyeztem a falugyűlésen a képviselők számára, hogy még egy rendkívüli testületi ülésre lehet, hogy sor fog kerülni a választásokig. Ez volt az egyik, ami olyan sarkalatos pont volt, hogy még lehet, hogy nem egy, hanem még több testületi ülésre is sor kellett volna, hogy kerüljön. Szerencsére megtalálta az ügyvéd úr és a jegyző asszony segítségével, és valamikor jegyzők segítségével, hogy milyen megoldás lehet, jogszerű megoldást lehet ennek a cserének a Pocsirta utca cseréjére vonatkozóan. Úgyhogy ez elhárul, ez annyit jelent, hogy a jövő héten, ha minden jól megy, akkor hozzáfognak a járdaépítéshez, hogy lakosság tudjon közlekedni, mert közben történik, elindítják a közművek kiváltását, és folyamatosan halad utána a munka. Terveik szerint az idén tető alá kerül, és a belső, ha a tető alatt van, akkor a belső munkálatokat a tél folyamán is tudják csinálni, és viszonylag rövid idő alatt át fogják adni a lakosság részére. Nekem ennyi kiegészítésem lett volna az írásos anyaghoz. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a kiküldött anyaghoz, illetve amit elmondtam, ahhoz kérdése van-e. Vélemény, hozzászólás. Esetleg más javaslat, és itt is, mint megszoktuk, minden szinte minden előterjesztésnél az írásos anyagban határozati javaslat van, itt is megfogalmazásra került a határozati javaslat az elfogadásról. Ha nincs más javaslata senkinek, akkor szavazásra bocsájtom, aki az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem készfelnyitással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egy hangulag elfogadta. Következik a második napirend, tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az írásos anyag kiküldésre került, ennek a napirendnek az előadója Juhász Anett aljegyző. Kérdezem az aljegyző asszonyt, hogy ki kívánja egy szóval megészíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a tájékoztatóhoz kérdése van-e valakinek. Kérdés nincs, vélemény, hozzászólás. Nincs.
ilyen szándék sem, akkor szavazzunk. Itt is szerepel írásos anyagban határozati javaslat az elfogadásról. Aki elfogadja, kérem készfelnyitásra jelenti. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag 6 igen szavazattal elfogadta. Harmadik napirend. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első fél évi teljesítéséről. Az írásos anyag kiküldésre került, szóban előadóként kiegészíteni nem kívánom. A tegnapi ülésén a pénzügyi bizottság ezt a napi rendet tárgyalta, úgyhogy megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy szíves ismertesse a pénzügyi bizottság javaslatát. Köszönöm szépen! Jászló-Zsökösségi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászló-Zsökösségi önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat 2019 évi költségvetése első fél évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napi rendel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Más javaslat? Nem látok ilyen szándékot, akkor itt is szavazásra bocsájtom. Kérem a képviselőtársaimnak, aki elfogadja a írásos anyagban szereplő határozati javaslatot, kérem készfelnyitásra jelezzen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Negyedik napi rend, beszámoló az erdős alapszolgáltatási központ működéséről. Az írásos anyag kiküldésre került, ennek a napi rendnek az előadója, Terjéki Né Balázs Ágnes intézményvezető. Megkérdezem, hogy szóban ki kívánna beegészíteni. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napi renddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás. Gyenes László képviselő. Tisztelt testületi és tisztelt gyermekező, tisztelt intézményvezető. Ez a beszámoló olyan tartalmas, ehhez nem lehet se kérdés feltenni, se hozzászólni, hogy nem is kívánom ezt megtenni. Elolvastam egyébként, Tehát gyakorlatilag szakmai szempontból is megvan magyarázva, meg le van írva minden, a intézmény ellátottsága, a szakmai szempontból. Azt már nem mondom, mert az evidens, hogy hogyha helyből van dolgozó, akkor nyilvánvalóan helyből alkalmaztok dolgozót, alkalmaztok dolgozót. Ez egyértelmű, elég jelentős a dolgozói létszám, jelentős munkahelyteremtés. Jó, hogy úgy döntött a képviselőtestület, hogy továbbra is működtetésbe hagyjuk. Itt Jászlózsán ezt az intézményt, mert ha átadtuk volna, akkor működtetésre úgymond, nem vagyunk, hogy működtetésre, akkor korábban volt, lett volna arra biztosítók, szóval lett volna, hogy ez itt marad, de nem is, hogy így. Ez inkább álltunk kezelen, az is egy jó döntés volt, és a további működtetéshez kívánok az intézményvezető azt, hogy ön keresztül valamennyi dolgoznak jó egészségügyi és jó. Köszönöm szépen, további hozzászólás. Vélemény. Hát örülök neki, hogy azért lett egy hozzászólás. Számomra ezek a dolgok nem újak, mert a vezetőim azért elég sok mindent átbeszélünk, de azért amellett nem szabad elmenni szerintem szó nélkül, hogy azért olyan döntés született, amire már az előbb képviselőtársam utalt, hogy itt marad és megpróbáljuk működtetni az otthon. Szerintem is jó volt ez a döntés. Nagyon alaposan körbejártuk. Az az aggodalom, hogy nem fogják tudni a bentlakók majd fizetni, illetve a hozzátartozóik a megemelt térítési díjat. Ez úgy látszik, hogy ez annyira megalapozott nem volt. Ráadásul az állam is kompenzált bizonyos kiadásokat, és így azért nem jelen pillanatban nem jelent az önkormányzatnak különösebb gondot ennek a működtetése. Bár törvényi minimuman működünk mindenben, jó lenne, hogyha azért egy kicsit többet tudnánk hozzátenni. Én is csatlakozom hozzá, Lacihoz, hogy van olyan döntés, amit szerintem emelt fővel tudunk vállalni, és
ennek a településnek ez az adottsága most már lassan néhány tíz éve, ez jó lenne, hogy hosszú távon megmaradna. Esetleg valaki kíván hozzászólni még. Amennyiben nem, itt is szerepel határozati javaslat a beszámoló elfogadásáról. Aki egyetért vele, kérem készfelnyújtásra jelezzen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangulag elfogadtam. 5. napirend. Beszámoló a pénzügyi bizottság 2019. évi munkájáról. Az írásos anyag kiküldésre került, ennek a napirendi pontnak az előadója Baranyi Sándor, a pénzügyi bizottság elnöke. Kérdezem, hogy szóban ki kívánok egészíteni. Köszönöm szépen. Azt a napirendet tegnap ülésén a pénzügyi bizottság tárgyalta, és akkor kérem a pénzügyi bizottság javaslatát ismertetni. Jász Dózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jász Dózsa községi önkormányzat képviselőtestületének a pénzügyi bizottság 2019 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás. Baranyi Sándor képviselőtársa. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő. Mint ahogy a pénzügyi bizottság ülésen is elmondtam, a 2019-es évben is megvolt a pénzügyi bizottságnak határozat képessége. Mindig megfelelően tudtunk ülni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a pénzügyi bizottság ülésen is elmondtam, és itt is megteszem, hogy köszönöm szépen a hivatal dolgozóinak a segítséget. A volt jegyzőasszonynak, Botlik Tibornének, bár ő nincs itt, az aljegyzőnek, a polgármesternek is szeretném megköszönni, és a bizottság, illetve a képviselőtestület tagjainak is a segítséget, mert hiszen minden egyes pénzügyi bizottság ülés azon kívül, hogy átbeszéltük, illetve azért elég komoly viták tárgya képezte, ha csak gondoljunk bele, itt például a februári költségvetésben azért itt 2-3 óra hosszán keresztül próbáltuk a döntést meghozni, és nem is csak egyszer. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a működés a bizottságnak adhatós volt, úgyhogy nem csak az ezéri, hanem ezt az elmúlt 5 évet köszönöm szépen a képviselőtestületnek és a hivatal dolgozóinak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kíván-e valaki ehhez a naprendhez hozzászólni? Nem látok ilyen szándékot, akkor ezt is szavazásra bocsájtom. Aki elfogadja a beszámolót, kérem készfelnyújtásra jelezni. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egy hangulat elfogadta. És következik a 6. napirend. Beszámoló a sportügyek tanácsnak a 2018-2019. Évi munkájáról. Az írásos anyag kiküldésre került, ennek a napirendi pontnak előadója Bolyós Róbert. Sportügyek tanácsnoka jelenleg nem tartózkodik itt a testületi ülésen. Úgyhogy megkérdezni nem tudom, hogy ki kívánja egészíteni. Úgyhogy rátérünk a kérdésekre, ha esetleg van, és amit mi tudunk, akkor arra próbálunk válaszolni. De ha kérdés van egyáltalán, de igazából az volna, hogy ezt a tanácsnak úrhoz intéznénk. Vélemény természetesen az most is megállja a helyét, hogy ezzel kapcsolatban van is elkívánja valaki mondani. Kívánja valaki hozzászólni ehhez a napirendhez? Amennyiben nem, akkor szavazásra bocsátom, itt is van szerepel az írásos anyagban határozati javaslat az elfogadásról. Aki elfogadja, kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a beszámolót. 7. napirend. Előterjesztés a Jász Dózsai Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2019-2020-as munkatervének elfogadásáról. Az írásos anyag kiküldésre került, előadóként én szóban nem kívánom kiegészíteni, viszont megkérdezem az óvoda vezetőjét, hogy esetleg ilyen szándéka van-e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van valakinek.
hozzászólás. Gyenes László képviselőtársam. Tisztelt testvéreknek, és tisztelt jelenlévők, tisztelt intézményvezető asszony. Hát én továbbra is csak azt hallom, nem csak itt Jászlóban, jó lehet, vannak néha sértődések, akkor őt is hallottam, hogy megsértődik az anyuka, és bevitte a kisgyerekét Jászberénybe, ami nem életszerű, de ilyen van, nem csak a Gondában, hanem iskolában is, gondolom én. És hát más településeken hallom én ezt, leginkább, hogy jó működő szakmai, jó dobozó, legyetek nyugodtak, mert rendben van. Én csak megköszönöm a munkát, nem is akartam mondani. És tovább is. Köszönöm szépen. Mondtam már a váltáskor, ezt nem ismétlen el. Köszönöm. Köszönöm. További hozzászólás, vélemény. Nem látok ilyen szándékot. Itt is szerepel az írásos anyagban határozati javaslat. Aki elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egy hangulat elfogadta. És következik a 8. napirend, előterjesztés a Jászlózsa község 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2019, 3.8. önkormányzati rendelet módosításáról. Az írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban nem tudom kiegészíteni. A pénzügyi bizottság kedvülésén tárgyalta. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének a Jászlózsa község 2019 évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2019 3.8. önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Nem látok ilyen szándékot. Vélemény, hozzászólás. Ilyen szándékot sem látok esetleg. Más javaslat. Ilyen sincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja az írásos anyagban szereplő rendelet tervezetet, amely egyezik a pénzügyi bizottság javaslatával, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egy hangulat elfogadta. És így gyakorlatilag a betervezett napirendi pontok tárgyalását elvégeztük. Így lassan a testületülés végéhez közeledünk. Mielőtt a testületülést berekeszteném, megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy közérdekű bejelentése van-e valakinek. Nem látok ilyen szándékot. Akkor én összegzem röviden az 5 éves munkát, ugyanis terv szerint ez az utolsó rendes képviselőtestületülésünk. Ha mégis lesz testületülés szükségből, akkor az már rendkívüli testületi ülés lesz, úgyhogy ebben a formában utoljára ülünk össze, és mindenféleképpen szeretném megköszönni minden képviselőnek a községért végzett 5 éves munkáját, és külön szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy a döntéseinket igyekeztek a legjobb tudásuk szerint, nagyon sok esetben munkaidőn túl elég komoly áldozat hozatallal végrehajtani. Úgyhogy ebben a ciklusban a utolsó rendes testületülést berekeztem.